tudom, kedves YouTube felhasználók számára, akik nyomon követik a videóimat. Hát egyrészt remélem, hogy ebben jó szokásokat megtartják, másrészt pedig némiképp meglepő lehet, hogy nem követem a trendet, és nem fekete alapon fehér pöttyöket mutogatok, zárójelben éjszakai felvételről beszélek, hanem igen, nappal van és világos. És ráadásul még ezt azzal is tetézem, hogy olyan dolgokat fogok megpróbálni mutatni, amiket eddig még nem mutattam meg. Tehát most konkrétan a 10-es Avenue-n vagyunk, 44. utca sarka, éppen egy gyönyörű, Magyarországon nem annyira ismert benzinkút. Mit tesz Isten, a taxik állnak be leggyakrabban. Arra van éjszak, arra pedig a Riverside, és azok a kedves felhasználók, akik nyomon követik a videóimat, mint említettem, volt némiképp nem lehet az sem meglepő, hogy én most azzal fogom kezdeni, hogy lemegyek a Riverside-be, és megnézem, hogy mi van a parton. Úgyhogy folyt kövonnét. Na hát valamelyest némiképp ellentmond annak, amit az előbb mondtam, hogy igyekszem új helyeket mutatni, az, amit most csinálok, mert hogy ezen a helyen már többször is voltam, de szerintem nappali felvétel nem annyira van. És nincs. Ő az Intrepid, még mindig. Annyi különbség mondjuk van, hogy eddigi felvételeken tuti, hogy nem volt hó a képen. Itt elég masszívan van. Ugye mi most a nyugati felén vagyunk a Manhattannek. Az ott a New Jersey side. És ugye az ott dél, arra felé van jó messze a szabadságszobor, ők pedig a szokásos kis diszkrét kis Riverside apartmanok, és majd egyszer meg fogok próbálni annak a tetejére följutni. Egyszer már sikerült, csak akkor nem volt nálam a kamera, de én nagyon tudom remélni, hogy nem az utolsó alkalom volt. További projekt az, hogy elindulok délnek, és átmegyek a városon, és a keleti, tehát a Queens felé néző partra fogok elmenni. Union Square és társai vannak tervbe véve, aztán majd meglátjuk. Na, az történt, hogy megpróbáltam bejutni ebbe a szép magas épületbe, amit a partról is mutattam. Sikerült is, föl is mentem a Sun Lounge, vagy milyen szintre. Igen ám, csak ott kártyás ajtók vannak. Így nem tudtam tovább jutni, még úgyse, hogy éppen két hölgy ott ment be, mert hogy ők nem a terasz részre mentek, hanem a biliárd részre, és nem lehet az egyik részről a másikra átjutni. Úgyhogy bánatomban lejjebb jöttem, egészen a Lincoln tunnel magasságáig, ott is lehet látni a táblát, és ott megy le a rámpa az alagútba, és az a utca, ahonnét ez az egész Lincoln tunneles akármi nyílik, az pedig a Empire State Buildingnek az utcája. Amúgy pedig arra van a Madison Square Garden. A Madison Square Garden az meg gyakorlatilag ott van, ahol a Penn Station. Hát egy igazándiból nem tudtam rájönni, hogy mi is valójában. No, egy szó mint száz, ott emelkedik a távolban a Empire State Building, és
ez most éppen a 30, nem tudom én hanyadik, de tudom, hogy hanyadik, 34. utca egész pontosan ott lehet látni. Úgyhogy az pedig ott a 10-es Avenue-val következő. No, a 34. és a 8. Avenue sarkán vagyunk, ő a Penn Stationnek a hátulja. Ő egy jó magas épület, szerintem úgy különösebb tele ott nincsen. Ott még mindig az Empire State Building. És ő pedig itt a 8-as Avenue, a maga teljes lényében. Milyen sok taxi. Gyakorlatilag azért lássuk le, hogy 80%-ig taxik járnak erre felé. Úgyhogy megyek tovább ezen az úton az Empire State Building felé, aztán előbb-utóbb kiukadok a keleti parkon. Mégiscsak megtudtam, hogy mi ennek a jó magas épületnek itt a neve. Ő ugyanis itt a One Penn Plaza. Egész pontosan a 7-es és 8. Avenue és a 34. utcán rajta. Egy nagyon jellemző részvete ez a 7-es Avenue-nak. Metró aluljáróval, tehát metróállomással, rengeteg poszterrel, tömeggel, taxival, forgalommal, mindennel együtt. Úgyhogy van nyüzsi elég rendesen, azt kell mondjam. Itt látható a híres ajándék volt a Macy's, ami egy teljes blokkot tesz ki. Hát mondjuk arra felé ugye annyi, tehát már ott van a következő blokk, viszont arra felé meglehetősen hosszú. És ő pedig ott a 7-es Avenue pontosan. A korábban említett Madison Square Gardennek a csücske, de azért majd oda is fogunk menni, hogy szépen lehessen látni. Az egészen pontosan ott látható, ahol van az a kis óra. Nem sikerült eddig még rájönnöm, hogy mi is pontosan. Jó pofák egyébként ezek a régi módi lámpások az utcán. És némiképp nem meglepő módon a 7-es Avenue-n van a legnagyobb néptömeg. Elég sok dolog található rajta, a Penn Station, ugye hogyha észak felé megyünk, akkor arra felé van a Times Square, úgyhogy van forgalma elég rendesen. Ő lenne tehát a Madison Square Garden a 33. és a 7. Avenue sarkán. Amcsi zászló, hát egy jól megtermelt épületecske. Ott van egy könyváruház, Borders. Az a árkád, vagy mi a csoda tulajdonképpen, ami ott van, az egyrésztről a Penn Stationnek a keleti lejárata. Ott van egy lépcső, másrésztről pedig ennek a Penn Stationnek a bejárata. Amúgy pedig egész közel vagyunk az Elágyi épületéhez. No, tehát a Madison Square Garden belsejében vagyok, és kiderült, hogy rosszul mondtam korábban, és az nem a Penn Stationnek a hátulja volt valójában, hanem ez a Madison Square Garden, az egy aréna,
ami többek között futballmeccseknek és mindenféle mérkőzéseknek ad helyet. Úgyhogy azért olyan szép ívelt, mert hogy az egy pályának a széle. Ott lehet is látni, hogy mondom, lehet látni. Tehát Arion Tower C&D, tehát itt szépen föl van osztva. Ott a kedvencem a Borders üzlet, és az pedig ott a 7-es Avenue.